Visszatért Kecskemétre, és folytathatta azt a munkát, ami a Haladás elleni pótolt bajnoki mérkőzésen már megkezdődött, hiszen azt a meccset megnyerte a Kecskemét 1-0-ra, így a 14. helyről várta ezt a mérkőzést, a harmadik Honvéd otthonába látogattak. Egy nagy szerelés, Tökölit választotta el a volt csapattárs Takács a labdától. Ez volt a mérkőzés 6. percében az első lehetőség. 9. perc, támad a Honvéd, az első passz nem jó. Koira, egy távoli lövés, nem okozott gondot, Ribánszki védett. Takács aztán középre, újabb Honvéd lehetőség. Méghozzá így, Ruáni óriási szerencsével jutott el hozzá a labda, Ribánszki pedig időben érkezett. 17. perc, labdaszerzés, Tököli. Foxy, Tököli hatalmas sprintet vág ki. Foxy visszateszi hajszál pontosan Tököli elé, vezet a Kecskemét. Tököli Attila megszerezte a labdát, jó paszt adott Foxynak. Foxy nagyszerűen tálalt elé, Tököli pedig higgadtan befejezi a harmadik gólját szerzi idén. Budapest Honvéd KT Erekó 0-1. 24. perc, megint Foxy. Bori, ez jó labda, Tököli éles szögből, Kemenes. Nem lepte meg Tököli lövése. A Honvéd előző 7 bajnoki mérkőzéséből csupán egyet veszített el, a legutóbbi hazai meccsét a Lombard Pápa ellen 4-2-re. Ribánszki nagyon rosszul, óriási gólszerzési lehetőség. Abbasot kéri, meg is kapja, de blokkolják a lövését. Gyorsan elvégzett szabadrúgás, Tököli nem figyelt a Honvéd, bűnhődik érte, 0-2. Tököli duplázni tud, és már 4 gólos idén. Bori volt szemfüles, a kecskeméti még a földön fekszik, amikor elvégzi a szabadrúgást, debreceni nem érhet oda. Tököli bevágja. Ez már a második félidő, a 49. perc, Hajdú Ruáni 1-2. 4 perc alatt gólt szerez a Honvéd a második félidőben, és visszajön a meccsbe. Ruáni a Ferencváros ellen szerezte idei első gólját, most pedig újra eredményes. 52. perc, Ruáni. Feljebb kapcsol a Honvéd. Ruáni! Nem volt rossz a próbálkozás. 56. perc, Foxy. Szép a csel. Alempievics. Jó labda, Bertus elesik. Nem bántották. Hajdú szerelt. 59. perc. Koira. Jó a csel. Koira adja be. Danilo fejel! Óriási védés Ribánszkitól, tartott a léc alá a labda. De ki tudta még szedni a kecskeméti kapus. Továbbra is 1-2, de nyom a Honvéd. 66. perc. Danilo. Ez így nem jó, átkerül a túloldalra. Saggio éles szögből. Óriási tűzijáték a kecskeméti kapu előtt a hajrában. Az ott nagy hiba volt középen, Némedi húzta el a lábát. Saggio pedig minden erejét beleadta, de ez is kevés volt. 77. perc, Foxy próbálja szerelni Akassut, kicsit összeakaszkodnak. Ez a jelenet sor pedig Foxynak és a Kecskemétnek dolgozik, mert hogy Szabó Zsolt játékvezető rendet fog tenni méghozzá egy-egy sárga lappal. Foxynak még nem volt ilyen, Akassunak viszont már igen, úgyhogy Akassu a sárga után kap egy pirosat is. Tököli gratulál Foxynak, hiszen összehozott egy emberelőnyt a Kecskemétnek. 81. perc, Tököli lép ki, kinézett az asszisztensre is, és láthatta, hogy nincs lesen. Tököli, kapufa! Közel járt a mesterhármashoz Tököli Attila, de végül kiderült, hogy a Kecskemétnek erre nem volt szükség a győzelemhez, mert a végeredmény így is Budapest Honvéd Kecskemét 1-2, Szivics győzelemmel debütál. Nekünk nagyon fontos volt ez a mai meccs, számomra is. Néztem 3 a honvédi meccset ez a 2 nap belül, és láttam, hogy ha bezárkozunk neki a terület, a vártunk a Szádra, hogy fog játszani, meg az Abbas, akkor már közelebb vagyunk sikerhez. Az sikerült, és ez a passzjáték, amit kértem, hogy nyugodt legyünk, teljesen adta az eredményt, és végül is tudtunk rúgni még egy 2-3 gólt, én úgy látom legalább.
ez a kontrával, meg a fél kontrával. Kihasználtottunk ezt, hogy jó időben rúgtunk a gólokat, és győzni egy jó honvéd ellen az mindig egy nagy dolog, és gratulálom a fiúknak, aki mindenki ott a több mint 100%. Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez, de hozzá kell tennem, ajándékba adtuk nekik a két gólt. Olyan gólokat kaptunk, mint az óvodások szoktak. Jól játszottunk, de ez nem számít ilyenkor. Mindegy, hány helyzete van egy csapatnak, ha nem lő belőlük egyel több gólt, mint az ellenfél. Kicsit hasonlónak éreztem a meccset, mint legutóbb a Pápa elleni hazai bajnokit, akkor sem sikerült 100%-osan végig koncentrálni a meccset, most is voltak komoly kihagyások. A második félidőben látottakra építhetünk, bebizonyosodott, hogy nincs gond a kondinkkal, a 90. percben is ugyanúgy küzdött a csapat, mint előtte, innentől kezdve a következő feladatra kell koncentrálnunk.